füstjelek. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Ma reggel Jeremiás könyvéből szeretnék egy ige felolvasni a 17. fejezetben az 5-től a 8 terjedő verseket, és majd csak egy-két gondolatot szeretném, hogyha hangsúlyoznánk belőle, de nagyon elgondolkodtató ez a bibliai ige is. Ezt mondja az Úr, Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve, mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az úrban bízik, és akinek bizadalma az úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Hatalmas figyelmeztetés ez az ige, és mindjárt ahogy kezdődik, ahogy, ahogy az úr Kezdi ezt a gondolatsort, azt mondja, Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi az erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Átkozott, átok. Egyáltalán mit is jelent ez a Bibliában? Ugye az átok az nem egy speciális isteni bosszú, hanem az átok, az a rossznak a következménye, a rossz választásának a következménye, amit az Isten nem hárít el. Ha én a rosszat választom, annak be fognak érlelődni a gyümölcsei, és ez tulajdonképpen maga az átok. Az áldás ugye ennek az ellentetje, amikor a jót választom, az Isten útját választom, és ennek az áldott következményei beérlelődnek az ember életében. Azt mondja, hogy átkozott. Átkozott ki csoda az a férfi, aki az emberben bízik és testbe helyezi az erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mit mond? Aki emberben bízik az Isten helyett, mert azt mondja, hogy emberbe bízik, testbe helyezi az erejét, az úrtól pedig eltávozik az ő szíve, azt mondja, hogy az le kell, hogy arassa a maga keserű következményeit az ő választásának, az ő lépésének. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném mindjárt az elején azt elmondani, hogy ez nyilván nem azt jelenti, hogy akkor, akkor nem bízzak meg a fogorvosomba, hogyha elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy ki kell húzni a fogamat. Tehát nyilván ez nem ilyen szinten érti ezt a szentírás, hanem ami lelki életünket a vezetésünket, a hitéletünket, hogy merre megyek, mit csinálok, ezt nem szabad emberre bízni senkire ebben a földi életben. Hányszor hallunk ilyet emberektől, hogy majd, majd a lelkész megmondja, hogy mit tegyek, vagy majd a pap tanácsot ad. Az Isten igéje azt mondja, hogy ember vigyáz, nehogy embert köves ebben az életben, mert ennek csak is rossz következményei lesznek. Miért? Nagyon gyakran gondolkodunk úgy, Izrael történetét áttekintve, hogy amikor egy istenfélő király került a nép élére, akkor a népet is Istenhez fordította és a felemelkedés útjára vezette a népet, Isten segítségével. De amikor egy olyan király került, egy bálványimádó király, akinek a szíve elfordult az Istentől, akkor a nép ment utána, és a nép is bálványimádásba süllyedt. Ez így van. De, de nem csak ez a veszély, hogy az a vezető elfordul az Istentől esetleg, és, és olyan útra vezeti az őt követőket, ami nem az Istentől való út, hanem, hanem én most azzal a veszélyel szeretnék csak egy egész rövid ideig, egy rövid pillanatig foglalkozni, hogy mi van akkor, hogyha miért veszélyes az, hogyha valaki a legjobb vezetőt követi, a legistenfélőbb vezetőt követi, és nem az Istentől várja közvetlenül a vezetést. Miért probléma ez? Hát, ha egyszer Istenfélő az az, az ott ember, akkor, akkor, akkor miért nem követhetem őt? Itt is szeretném azt mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy akiről megismertük, hogy egy istenfélő ember, az igében jártas ember, hogy akkor, akkor nem kérhetnénk ki a véleményét igei alapon, vagy bármiben. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy én ne embert kövessek bármilyen élethelyzetben, az Istenhez forduljak először vezetésért, vele legyen élő, közvetlen kapcsolatom, és akkor az Isten majd vezetni, irányítani fog, hogy, hogy akkor, akkor hogy tudjak tájékozódni, vagy milyen utat válaszak, mert ő ezt megígérte, valamilyen úton, de értésemre fogja adni. De először őt kérdezzem, és ne az emberbe, emberben bízzak feltétlenül, mert hadd kérdezzem, fordult már elő ilyen az életben, hogy egy ember, akár egy komoly ember is, nem jó tanácsot adott nekünk. Ha mi az Istenhez fordulunk először vezetésért, akkor abban a pillanatban felismerjük egy ember szaváról, hogy jaj, érezzük, hogy hú, nem, ez, ez nem biztos, hogy jó. De ha az Istent kérdezzük, akkor az Isten nagyon sokszor felhasznál embereket arra, hogy tanácsot és vezetést adjon de a sorrend a nem mindegy, meg az nem mindegy, hogy én valóban az Isten vezetését akarom elnyerni, és utána az Isten felhasznál embereket, vagy élethelyzeteket teremt, hogy megismerhessen valóban az ő akaratát. De a példa, amit szeretnék egész röviden megemlíteni, hogy a Bibliában van egy olyan személy, akinél jobb vezető nem volt Isten népe életében, és ez nem más, mint Mózes. Mózes aki valóban 40 éven keresztül hűséggel vezette a népet. De például a veres tengeri átkelés után, a hatalmas csodák után, Mózes a nép élén, de ki volt az igazi vezető, ugye? Maga az úr volt a népnek a vezetője. Átkelnek a veres tengeren, és mi történik? Az úr felhívja Mózest a hórebre. Ugye, amikor a tíz parancsolatot kapja Mózes, ugye az úr kinyilatkoztatását, és 40 napig fönn van Mózes. És a nép mit csinál? Elveszítette a látható vezetőt a szeme elől, és mit mond Áronnak? Csináljunk egy aranyborjút, mert nekik látható vezető kellett, és menjünk vissza Egyeptomba. Miért? Mert kicsúszott a talaj a lábuk alól, mert emberi vezetőt akartak követni, és nem tanultak meg az Istentől közvetlen tanácsot kérni, tőle függeni, vele élő kapcsolatba kerülni. Ezért mondja az Úr, hogy ember vigyáz, mert, mert a velem való személyes kapcsolatot nem pótolja semmi. Egy nagyon jó vezető is elkerülhet a látóterünkből, elszólítja az Úr, esetleg meghal, vagy én kerülök egy másik országba, egy másik helyre, ahol nem tudok tanácsot kérni, akkor mit fogok csinálni? Ha nem tanultam meg az Istentől személyes vezetést kérni és tanácsot, akkor a legnagyobb bajok következnek az emberi életében. És ezért mondja az, hogy átkozott az az ember férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi az ő erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Tehát igen, hogyha mi. Nem az Úrtól várjuk elsődlegesen a segítséget, hanem csak emberben bízunk, akkor ennek nagyon rossz következményei lehetnek a lelki életünkre vonatkozóan. Az Úr egyértelműen azt mondja, hogy a lelki életünkért mi magunk vagyunk felelősek. Embert nem helyezhetünk Isten helyére, ami lelki életünk vezetése szempontjából. Erre akar az Úr bennünket tanítani és nevelni. Annyira szép ennek hátterén is, amit a 115. Zsoltárban olvasunk, azt olvassuk a 115. Zsoltárban a 9-től a 13-ig terjedő versekben. Izrael, ugye Isten népe, ugye mindig az Istenben bízó embereket szólítja meg így. Te az úrban bízzál az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Áronnak háza ugye, a papi nemzetet szólítja meg. Az úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az urat, az úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. Az úr megemlékezik mi rólunk, és megáld minket, megáldja Izrael házát, megáldja Áronnak házát, megáldja azokat, akik félik az urat, a kicsinyeket és a nagyokat.